Sziasztok, Sasza vagyok. Szeretném megmutatni nektek, hogyan telik egy napom itt Budapesten, Magyarország fővárosában. A Vigalmi negyed közepén bérelek egy lakást, így ha van kedvem, akár minden nap egy másik kávézóban kezdhetem a napot. Azt hiszem, ma kihagyom a reggelit. Ez a tradicionális hentesbolt már a szocializmusban is pont ugyanezen a helyen volt. A nálam jóval idősebbek legalábbis ezt mondják. A hurka olyan nekünk magyaroknak, mint az amerikaiaknak a hamburger, vagy az olaszoknak a pizza. Nem esszük minden nap, de néha nagyon jól esik. A koncertjeink után a srácokkal mindig folytatjuk a bulit. Nem tervezgetünk, az egyik helyről kijövünk, a másikba bemegyünk. Egy erősen sikeredett éjszaka után jól esik a relaxálás. Imádom ezt a hangulatot. Másnaposságra a legjobb gyógyszer egy hideg sör és a rockabilly zene. Na itt aztán mindent lehet venni, ami a retro kultúrához kapcsolódik. Nekem csak egy napszemüvegre fáj a fogam, ami nem köszön vissza az utcán. Ez a kedvenc hangszerboltom. Mindenki nagyon jó fej, és mindig történik valami. Legutóbb valaki Frank Zappa gitárját akart eladni. De mielőtt kikerült volna a vitrínbe, játszhattam egyet rajta. Most a saját gitáromért jöttem. Mindig a basszusgitárosokkal van a baj. Ilyen hülyén, koncert előtt tetovált adni. Azt hiszem elnézünk ma még pár helyre, de előtte egy igazi olasz pizza. Igen, az kell most nekem.
night.